Sziasztok, Oli vagyok, és hát itt egy újabb videó Forge of Empire nevű játékhoz. Hát az a helyzet, hogy kijött az új csatatér, a CS csatatér, és hát akkor foglaljuk össze az újdonságokat, meg hogy mire kell figyelni, vagy hasonló dolgokat. Gondoltam, csinálok róla egy kis videót. Hát először is nézzük a legnyilvánvalóbb dolgokat. Nagyobb lett a térkép, kicsit körbe megyek rajta. Nem csak, hogy nagyobb lett, megváltozott a alakja, tehát azt jelenti, hogy a vulkános térképhez képest ugye nem négyzetrácsos, hanem hexás táblá. A táblát szimbolizál ez az egész, kicsit el van torzítva, de láthatjuk, hogy bármelyik belső szektort mindig 6 másik szektor vesz körbe. Ugye a külső részen ugye vagy 4, vagy bizonyos szektoroknál 3 szemszédje van. Ugye ugyanúgy, mint a vulkános térképnél, bocsánat. Ott is ugye a külső részeken kevesebb szomszéd van, belül mindig 4. Hát itt mindig 6, tehát kicsit nehezebb beszorítani a másik célt, vagy pedig ugye nehezebb megtartani az adott területet, ugye, mert több felől támadhatják, tehát kicsit munkásabb lett az egész, én úgy érzem. Jó, a következő újítás, ugye nyilván, hogyha új térkép, meg jóval nagyobb térkép, akkor kicsit oda kell figyelni, hogy melyik térkép micsoda, hát akkor van itt egy gomb, hogy az ember megnyomja a billentyűzet, a D betűt, akkor ugyanezt történik, ugye ki be lehet kapcsolgatni, és akkor azt jelenti, hogy földobja magát az első szám az, hogy hány darab épületet bír el az adott terület, a második kód, vagy név, vagy nem tudom mit mondjam, azt szimbolizálja, hogy melyik térkép darabkáról van szó, melyik területről van szó, tehát mit tudom én, az első betű azt jelenti, hogy melyik szektor, tehát ha most megnézzük, akkor ez itt még az F szektor például, ezért mindegyik F betűvel kezdődik. A második betű jel, az egy szám, ugye, az azt jelenti, hogy hanyadik gyűrűn van az adott terület, tehát mit tudom, ez az első, ugye a legközepe, és akkor utána a második az első gyűrű, a harmadik a második gyűrű, stb. Tehát mit tudom, egyre kijebb megyünk, annál nagyobb szám lesz, és ugye ez még nem elég, hogy azonosítsa a területet, ezért kellett egy harmadik betűt is bevezetni. Hát ez a ABC, vagy A, itt éppen nincs B, de C és D, ugye, és akkor azt jelenti, hogy ezek különböztetik meg azokat a területdarabkákat, ugye, amelyeknek ugyanabban a szektorban, meg ugyanazon a gyűrűn vannak. Jó? Tehát mit tudom én, azt mondja valaki, hogy az A szektor, akkor az ember jön ide, és itt keresgél. Tehát, jó. Tehát, hogy lehet megtalálni az adott területet. Jó, akkor beszéljünk néhány dolgot az épületekről. Látjuk, hogy van olyan terület, ami nem is építhető egyáltalán épület. Ugye ez a másik térképen nem így van. Egyébként ja, gyorsan megjegyzem, hogy ez nem leváltotta a régi térképet, hanem cserélődnek, tehát 2 hétig ez van, aztán 2 hétig a vulkános térkép, aztán 2 hétig megint ez van, stb. Tehát ez a terv, aztán majd kiderül, ugye, mert még most látjuk először ezt a cuccot. Jó, na most az épületekről annyit kell tudni, hogy egyrészt az adott C nem építhet végtelen számú épületet, korlátozva van, azt hiszem talán 9, vagy 8, már nem emlékszem, olvastam valahol, itt le volt írva az egyik hivatalos oldalon. Mindenesetre azt jelenti, hogy hiába az egyik cím elfoglalja a teljes térképet, akkor sem tud végtelen számú épületet építeni. Csak, mit tudom én, 8-at vagy 9-et már nem emlékszem. Jó? A másik pedig, hogyha gazdát cserél az adott terület, akkor bizony az épületeknek 50%-a van arra, hogy lerombolódjanak. Azt hiszem ez sem így volt, hát most akkor megváltozott. Ugye nagyobb a nagyobb csatára számítanak, hát mindig újra és újra kell építeni az épületeket hozzá. Jó,
mi van még, ami nagyon fontos? Hát igen, behoztak egy szabályt, állítólag. Csak azért mondom, hogy állítólag, mert egyetlen hivatalos oldalon sem olvastam. Csak egyetlen egy helyen jött elő, kiadtak egy hivatalos videót, hogy itt az új csatatér, és lenyomtak benne egy fél mondatot, hogy minden egyes tagnak 40 pontot össze kell hozni. Tehát most a 40 pont az azt jelenti, hogy mondjuk, ugye, vagy 20 ilyen negotiation, tehát hogy tárgyalás, vagy pedig 40 csata, vagy valamelyiknek kettőnek a kombinációja, de a lényeg az az, hogy 40 pontot hozzá össze, minden egyes tag hozzon össze, mert különben az egész célt kizárják a C csatatérről. Tehát most ugye ez micsoda, ez teljesen értelmezhetetlen, és nem is értem, hogy gondolják. Tehát most valaki elmegy szabadságra 2 hétre, mert ugye mindenkinek lehet gondja, baja, és akkor hopp, kizárták a teljes céhet miattam. Tehát most, vagy a cének, a vezetőjének egyfolytában azt kell nézegetni, hogy júj, hát ez az ember nem csinált semmit, akkor kidobom gyorsan, nem, hogy a céhet kidobják a C-csatatérről, szóval nem tudom, mire gondoltak, tehát azért. Jó, ez majd előbb-utóbb kiderül, ha véletlenül majd kapok valami infót, akkor leírom a videó alá, vagy valami. Egyelőre ez teljes bizonytalanság, hogy ez most mit akartak vele. Jó, hát úgy nagyjából azt hiszem elmondtam, ami fontos, tehát azt jelenti, hogy megváltozott a dolog, nagyobb csatára lehet számítani, hogy a több résztvevő miatt akár 8 céget is be lehet rakni egyetlen egy térképre, és sokkal több a terület. Hát ilyesmi az egész, tehát hogy biztatóak a jelek, de azért vannak hátulütői a dolognak, tehát hogy egyelőre, amíg ez a szabály meg nem tisztázódik eddig, azért vannak fenntartásaim egy kicsit az új széles csatatérrel kapcsolatban. Jó, azt hiszem ennyi volt, remélem élvezhető volt, ha valami kérdés van, akkor kérdezzétek meg a kommentben, majd megpróbálok rá válaszolni, és persze mindenkinek jó játékot.